Üdvözlöm F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Június utolsó hétvégéje a Karcagi Birkafőző Fesztivál hétvégéje, amely immár második éve a Karcagi Birka Pörkölt napi elnevezésű rendezvényé vált. Képviselő úr szerint mit jelent a karcagiaknak, Karcagnak és a térség számára ez a nap, ez a rendezvénysorozat? Egyszerűen annyit, hogy legelőbb megnőttek a birkák, megfőzzük, megesszük. Tehát a karcagiak örülnek annak, hogyha van egy olyan közös rendezvény, akár egy birkapörköltet meg lehet főzni. Én azt gondolom, hogy hamarabb volt a jó karcagi birkapörkölt, mint bármilyen rendezvény, amihez hozzá tudjuk ezt kötni. Ilyenkor június utolsó szombatján pedig már évtizedek óta egy nagyon jó közösségi rendezvényt szervezünk. Nagyon sokan jönnek az ország és a világ minden részéről karcagiak, a karcagi birkapörköltet kedvelők. A vírus járvány miatt nem tudtunk találkozni a tavalyi évben, az idei évben is egy szűkebb körben tudunk csak, de bízom benne, hogy jövő évben ugyanolyan több ezres rendezvény lesz. Több száz birkát vágunk, birkapörköltet főzünk, ahogy a hagyományok szerint már évtizedek óta. Ahogyan képviselő is említette, a hagyományok. Miért fontos a hagyományok ápolása, és nyilván ugye a hungarikumok kiemelten, hiszen a karcagi birka pörkölt az évek alatt azzá vált. Igen, a hungarikumok, ezek a magyar hagyományok. És hagyományok nélkül, gyökerek nélkül senki nem ér semmit, csak kallódik a világba. Hiszen ezeknek a pörkölteknek a receptjét mindenki otthon tanulta, szüleitől, nagyszüleitől, és én azt látom, hogy ezeken a rendezvényeken itt vannak a gyerekek. Ők is belenőnek ebbe a hagyományba. Ezt a hagyományt viszik tovább, és vinni is kell tovább, hiszen gyökerek nélkül, hagyományok nélkül csak porszemek vagyunk, amelyeket fúj a szél a világba, arra merre csak akar. Képviselő úr szerint milyen a jó birka pörkölt? Hát finom, karcagi, vagy legalábbis nagykunsági, hiszen itt a nagykunságban nagyon sok birkapörköltet főznek, és én azt gondolom, hogyha innen Karcagtól talán elmegyünk néhány kilométerre, akkor még jó birkapörköltek vannak. Én már, hogyha 30 kilométernél messzebbre kell menni, én már nagyon óvatos vagyok bármilyen birkapörkölttel. Itt a nagykunságban a hagyományos, évszázados recept alapján készülnek a birkapörköltek, és ezek mind jók.